Azt köztudott, hogy egy pedagógus, egy könyv, egy film, egy utazás vagy színházi előadás életre szóló meghatározó élmény a gyerekek számára. Ez a gondolat vezette nyilván a kultúráért felelős döntéshozókat, amikor egy korábbi kísérleti projekt után tavaly hivatalosan is megnyitották a Lázár Ervin programot, mondván fontos, hogy a diákok játszva, szórakozva szerezzenek ismereteket a tanórán kívül is. Október 15-től indult el ez a program, egy országos program. A lényege tulajdonképpen az, hogy minden harmadik és ötödik osztályos általános iskolás diák évente egyszer színházban színházi előadást játszon, és természetesen a mi színházunk is részt vett ebben a programban. Igyekeztünk jól felkészülni rá, plusz 12 ezer gyereket fogadunk be ennek a programnak a segítségével. A színházak felelőssége olyan előadást mutatni a gyerekeknek, ami után kedvet kapnak a színházhoz. Szilágyi Bálint rendezését a Farkas vs. Piroska nagyszínpadi előadást kínálta a Móri Zsigmond Színház. A központi döntés és szervezés földrajzi szempontokat is figyelembe vett, így került néhány borsodi település iskolája és nyíregyházára. Ez egy nagy lehetőség egy hátrányos helyzetű település gyerekei számára, mert nehezen jutnak el színházba. Szervezetten, pályázat keretén belül az intézmény visz gyerekeket rendezvényekre, táborokba, de ez a program, ami új keletű az általános iskolás gyerekek számára, ez szerintem nagyon jó lesz, mert 1-től 8 évfolyamig különböző helyszínekre juthatnak el. A Móri Zsigmond Színház gyermekbérletében jegyzett előadás szereplőit és történetét talán mindenki ismeri. Piros kislányt az erdőből, tudnak a nagymama látogatásról, a farkas gonoszkodásáról és a vadász akciójáról. A gyerekeket rendre felkészítik állítólag az ilyen alkalmakra, és a hírek szerint tetszett nekik a mese 21. századi változata. Az Emmy által szervezett és finanszírozott program a diákok számára ingyenes, hiszen a kormány 2020-tól évi 5,5 milliárd forintot szán erre. A kultúráért felelős államtitkár 700 ezer ifjú nézőre, általános iskolás gyerekre hivatkozik, amikor az állami és nem állami fenntartású színházakat, bábszínházakat, egyéb kulturális intézményeket említi, akik regisztrálhatnak a programban.